Sziasztok srácok! A mai kis videóban ezt a már egyszer elkészített kis Tetris játékot fogjuk gorcsi alá venni, ugyanis én ezt használtam, tehát ez nem csak úgy elkészült a videóba, aztán kész, csak létezik. Viszont most egy ideje már a fiókba került, és most megint elővettem, hogy játszok egyet vele, és hát mint látszik, nem kapcsol be. Ami azért problémás, hogy nem igazán lehet használni. Én arra gyanakszom, hogy van benne egy akkumulátor, egy litium akkumulátor, ami hát nem volt már a legszuperabb, amikor belekerült, valószínűleg ez megdöglött, úgyhogy most azt fogjuk csinálni, ebben a videóban megnézzük, hogy mi baja a Tetris építő készletnek, amit egyszer összeraktam és tök jó volt, és most nagyon nem tök jó. Na, szedjük szét! Azt a mindenit, hát mondjuk úgy, hogy elkövettem egy kis dizájnhibát. Nem követtem el dizájnhibát, csak fölfúvott az akkumulátora, és kiukasztotta az akkumulátort, az áramkört, tehát ez jól látszik egyébként, ami azért durva, mert ez a fiókomba volt az asztalomba. Szóval tudott volna csinálni ennél sokkal durvább dolgokat is, úgyhogy most azt fogjuk csinálni, beizítom a forrasztópálkát, és igazából most már mindegy, de a lehető leggyorsabban eltávolítjuk ezt az akkumulátort. Őszintén szóval csoda, hogy nem égett le tőle a ház, és mindjárt kerítek hozzá egy akkumulátort, ami megfelelő lenne a feladatra. Szerintem van valahol még mobiltelefon akkumulátorom olyan régi típusú, az bőven jó lenne ehhez a kis powerbank áramkörhöz, amit amúgy annó beletettem. Remélem, hogy nem tett kárt a... Bár mondjuk itt látszik, hogy azért volt egy kis... talán... Ha én mutatom, azért itt látszik, hogy ott volt némi impact, némi nevű exotermikus reakció, ami nem jó, de a lényeg az, hogy megúszta. Valószínűleg nem volt túl sok töltés benne, akkor nem szól akkorát a lítium aksi. Úgyhogy, srácok, ez majdnem egy lakástűzben ért véget. Most ezt a Samsung akkumulátort fogom használni, ez egy mobiltelefon akkumulátor, 800 mA, elegendő lesz a célra. És tanulva az előző design hibáiból, ezt a darab balzafát fogom rátenni, tehát így rá fogom ragasztani, mert beforrasztottam a helyére, hogyha esetleg puffadna, akkor sem nyomja neki magát az áramkörnek. Úgyhogy ez egy szerencsés dolog volt, én nem vettem észre belőle semmit, tehát szaga sem volt, meg semmi. Hát ez egy piszok mázli volt, hogy ezt tűz nélkül megúsztam. Előfordul az ilyen srácok, nem csak ilyen házi gyártású cuccoknál, mivel a lítium akkumulátor az egy veszélyes dolog. A lítium aksi az öl, butít és nyomorba dönt, de jó dolog, szeretjük. Nem vár ez az alkohol. De jó, hogy ilyen hosszú kábelt hagytam neki. Wow, pozitív. Igen, a belső meg a negatív. Ez fájni fog. Mindegy. Au, au, au. Fasza! Szóval működik a Tetris. Here's some Tetris, motherfucker. Zsír, akkor csak szó szerint kipukkant az akkumulátorom. Ja, mondjuk ezt jó lenne látni is, mit csinálok, de mindegy. Lényeg az, hogy Tetris működik. Szóval dobáljuk is össze ezzel a fantasztikus, szép új 800 mA-es akkumulátorral. Némi takony, veri takony. Így szépen. És puposodás ellen egy kis balzafa párnázásnak. És jöhet rá vissza az áramkör. És rakhatom is össze ezt a kis mini projekt újraélesztést. Hát ez nem volt egy nagy eresztés, azt tudom, de kitöltő videónak tök jó. Meg csak abból a szempontból még ezt így elmondanám, hogy ugye sok mindent csinálok így a videoblogom, viszont azért a legtöbbét használom is. Tehát vannak dolgok, amiket csak meg akarok csinálni, mert poém. Több is van olyan. Viszont azért igyekszem olyanokat is csinálni, főként, ami valamilyen módon hasznos nekem.
ez például egy olyan cucc, ami valamilyen módon hasznos, mert szórakozok vele is, mert poén. És mert Tetris nagyon szeretem. Egyik legjobb játék a világon. Very gamer. Ezt a verit abba kéne hagynom, mert ez igencsak junk builds. Nem tehetek róla, srácok, ez megtetszett. Egyébként a junk build se rossz, és nagyon-nagyon inspirálnak abban, hogy valami turbósítsak végre, mert úgy kéne. Olyan felhasználó barát ez az összeállítás tényleg. Nem is tudom, melyik hülye tervezte ezt a dobozt rá, hogy ez ilyen fantasztikusan passzol. És nem is azt, hogy még passzol, hanem még könnyen is szerelhető. Még véletlenül sem kell vele szenvedni. Fú, ezt már akkor is utáltam, amikor először összeraktam. Hogy lehet valamit ilyen szarul megtervezni? Nem is ez szarul, hanem hát összedobtam, tök jó, meg minden, és így... Amikor tipikusan az a téma, amikor a mérnök megtervez valamit, és kurva jól néz ki a CAD szoftverben. Nagyon faszan, nagyon menő. Aztán amikor oda kerül, hogy a TMK-soknak, vagy a sorépítőknek meg kéne csinálni az adott tervet, és áthívják a mérnök urat, hogy ugyan már nézze már meg, hogy ezt hogyan kéne összerakni, akkor van az, hogy a mérnök úr azt mondja, hogy pardon, és visszamegy újra a CAD szoftverhez, és csinál vele valamit, hogy össze lehessen egyáltalán rakni. Igen, a gyors dizájnoknak megvannak a hátrányai, srácok. De ez része a poénnak, a dolognak, része ennek az egész mérnökösködésnek, meg úgy alapból a szakmának. Hát előfordul, hogy nem minden jön össze teljesen tökéletesen, de mindent meg lehet oldani valahogy. És ne higgyetek annak, aki azt mondja, hogy neki elsőre minden sikerül. Nagyon ritka az, hogyha elsőre tökéletes lesz a terv, és nem lesz semmi hiba benne. Az baromi ritka. Jó dolog, mert tök jó érzés akkor, hogyha elsőre minden klappol és sikerül, de ez nem szokott a valóságban összejönni. Legalábbis amit eddig tapasztaltam és láttam így cégekbe, ezért mindig van egy utólagos kármentés, hogy akkor gyorsan összehozzuk, megcsináljuk, megreszeljük, összerakjuk, aztán kész, a főnökségnek nem szólunk. Gyerekek van. Ups. Szóval, ja, NS-re lett tökéletes a doboza, de élhető és játszható. Ja, azt mondtad, hogy le van merülve az akkumulátor. Mondjuk ez a sanszos, mert a random aksis dobozomból szedtem elő. Úgyhogy most fel is rakom tölteni ezt a videót, meg megvágom nektek. Lehet, hogy kirakom shortba, még nem tudom. De egyelőre úgy néz ki, hogy a Tetrisem újra működik. Valami meglemerült, nem ki akar kapcsolni a multiméter. Ki is kapcsolom. Persze, töltés közben nem megy. Na mindegy. Lényeg az, hogy most fölküldöm erről a powerbankról, aztán ezt is föl kell töltenem, mert nagyon-nagyon minimumon van. Ez egy ilyen mini projekt volt, srácok. A következőben majd találkozunk, addig is. Még lesz egy-kettő ilyen, amit meg kéne javítanom, és lehet, hogy videóra veszem, mert miért ne. Köszönöm, hogy ezt megnéztétek, a következő mini projektben találkoztok ismét a kezeimmel. Igen, megvágtam magam. Ja, és bibis lett. Na, sziasztok!